2022 egy olyan éven volt, aminek még egyrészt nincsen vége, de az eddigi tapasztalataimban megéltem nagyon-nagyon jó dolgokat, amiket eddig még az előző években nem, és megéltem nagyon mélyeket is. És összességében minden pillanatra szükségem van ahhoz, hogy én megtegyem a következő lépéseimet, kerüljek bármilyen élethelyzetbe és bármilyen szituációba. És a végén ezekből a helyzetekből úgy szoktam kijönni, hogy minden dolog, amibe belekerülök és ami megtörténik velem, az értem történik meg. És segít nekem valamilyen szempontból, hogyha még egyszer-egyszer nem is érzem ezt. Valahogy mindig én kerülök ki belőle erősebben, szerencsére az emberek segítsége által, illetve a saját erőm által, és ezt 2022-ben nagyon erősen éreztem. És annak is nagyon-nagyon örülök, hogy azt érzem, hogy ez volt az az év, amikor a felnőtt mezőnybe beértem, és kialakult bennem egy olyan érzés a judóval kapcsolatban, egy olyan mély érzés, ami a előtte lévő évekbeli Sophiehoz képest ugyanúgy megvolt, de most egy sokkal komolyabb és sokkal mélyebb szintre váltott, úgyhogy én nagyon-nagyon élveztem 2022-t, bármilyen kalandos is volt mindenféle szempontból, és nagyon remélem, hogy erősebben fogok tovább menni a következő évben, és olyan emberek fognak engem körülvenni, akik jót akarnak nekem és támogatnak, és ezzel a jó érzéssel tudok nekivágni a következő évnek. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ő a következő Hédi lehet, és itt nem elsősorban az eredményekre gondolok, mert amennyi eredménye van már neki, az félelmetes, és nagyon szép teljesítmény, hanem arra gondolok, hogy az a munkához való hozzáállás, ami a Hédiben is ugye megvolt, meg azt hiszem mindenkiben meg kell, hogy legyen, aki nemzetközi eredményt akar elérni, az benne is maximálisan benne van, ég benne a tűz minden egyes edzéshez úgy áll hozzá, hogy próbálja belőle a maximumot kihozni. Tehát egy nagyon szerencsés dolog, hogy a soraink között tudhatjuk, és mondom még egyszer, nyilvánvalóan nagyon fontos az eredmény, de magának a csapatnak jelent nagyon sokat, hogy ilyen versenyzők állnak az élen, és húzzák az egész csapatot. A legjobb eredményem, bár nekem egyébként eltérő az, hogy mit mondok én a legjobbnak, és mi a papírforma szerint a legjobb, mert mindig egy élmény az, amin keresztül megyek, és azt szerint döntöm el, hogy számomra mi volt a legjobb verseny. Viszont most nagyjából ez a két dolog egyezik, és ez az Európa-bajnokság volt, a felnőtt Európa-bajnokság, ahol harmadik helyzet lettem. És az az érzés, az szerintem leírhatatlan, tényleg. Azért volt nagyon jó élmény nekem az a verseny, mert át tudtam adni minden pillanatnak magamat, és nem görcsöltem arra rá, hogyha nem tudok valamit, hogyha bizonytalan vagyok, hanem ezzel a bizonytalan bizonyossággal küzdöttem tovább, és nem akarni ráfeszülve a következő lépést, egy nagyon ijesztő dolog lehet, viszont én ott abban a helyzetben és azon a napon ezt megengedtem, és szerintem ez volt a sikernek a kulcsa, legalábbis az én részemről, úgyhogy egyértelműen a felnőtt EB mondanám a legjobb versenyemnek szépen. Igen, a sikeres Európa-bajnokság után és azután a sikeres időszak után egy nem jó időszak következett, pontosabban egy régóta elhúzódó időszak, aminek a végére értem olyan szempontból, hogy egy műtétet kellett megcsinálni a térdemen ahhoz, hogy lezárjam ezt a sérülést, ami már régóta elhúzódott. Viszont májusban erre végre sor került, és igazából minden a terv szerint haladt. Sikerült a műtét, és a térdemnek adtam regenerálódási időt, és türelmesek voltak velem az emberek is, úgyhogy
abszolút kivártam ennek a folyamatnak minden részét, és nem éreztem magamon a nyomást, hogy nekem ezt fel kell gyorsítanom. Mert tudtam, hogy ez a visszájára is fordulhat, tehát nem is érné meg, viszont nagyon örülök, hogy ezt komolyan véve és kipihenve tudtam utána a következő megmérettetésre koncentrálni egy regenerálódás után. Azért érzem magam nagyon-nagyon jól itt, mert azt éreztetik velem, hogy azért szeretnek engem az emberek, amilyen én tényleg vagyok. És nem akarnak megmásítani, nem akarnak hozzám rakni valamit, nem akarnak belőlem elvenni, hanem segítenek nekem és bátorítanak engem mind a szőnyegen, és ebből én erőt tudok meríteni a saját életemben is. És egy olyan fajta biztonságérzetet ad, ami nekem egy végtelen nagy energiát ad minden dologhoz, amiben én belevágok a saját életemben is. És tényleg ez az érzés, hogy egy nagy dolognak a kis része vagy, és mindenki része ennek, és ez a sok kicsi összeáll és egy közösséget alkot, szerintem ezt az érzést ezt mindenkinek meg kell tapasztalnia, úgyhogy mindenki őszinte, és mindenki beleadja azt, amit szeretne, úgyhogy én ezt már az eleje óta éreztem, amióta hát már lassan 2 éve itt edzek, és fontos volt nekem, hogy februárban ennek nyoma is legyen, és papíron is ide tartozzak. Nekem egyébként az segített, így az évek alatt az volt a motivációm, és ez volt így a taktikám a versenyekkel kapcsolatban, hogy nem helyezek magamra terhet. És én ezt úgy tudtam elérni, hogyha nem gondolkodtam nagyon-nagyon előre, nem a gondolataimat nem eresztettem évekre előre, vagy hónapokra előre, hanem felbontottam a következő időszakot, az előttem lévő időszakot, és apránként előre haladtam lépésenként, és ezt a nyomást és ezt a terhet, ezt én leosztva tudtam folyton kipipálva teljesíteni és előre menni. És mindig kitaláltam a következő lépésemet, és bíztam abban, hogy ezekből az apró lépésekből összeáll az én egészem. És ez nem azt jelenti, hogy nekem nincsen hosszú távú célom, mert természetesen van, viszont ami engem tényleg motivál, az a közeljövő. És ilyen verseny most a Masters, ami az év végén lesz még egy utolsó nagy megmérettetés. De ami ennek az egésznek ugye értelmet ad, az a 2024-es párizsi olimpia, amire úgy érzem, hogy nagyon-nagyon várom, és nagyon-nagyon motivált vagyok, de pont emiatt, a megnyugvás része miatt, amit én itt minden nap átélhetek, és ami ezáltal bennem is kialakul, és ahogy én kapcsolódni tudok ezáltal a judóhoz is, és magamhoz is. A Sophie-nak a jelenlét és a hozzáállás, és nyilván ő nagyon fiatal, a következő évek fogják azt eredményezni nála, hogy szépen lassan ő is elhiszi magáról, hogy egy példakép itt, mert a számunkra már az, csak ő hajlamos ezt nem észrevenni. Rendkívül értelmes, nagyon sok potenciál van benne. Mindenképpen a cél az olimpiai kijutás, de hát az addig még lesz 2 világbajnokság, meg 2 Európa-bajnokság. Nála nem titkolt célt ezeken a versenyeken eredményt elérni, nevezetesen érmeket szerezni, és potenciálisan ő is esélyes arra, hogy nem csak hogy kijusson az olimpiára, hanem hogy érmet szerezzen rajta.